Kért pénzt gyógyíthatatlan betegektől, operációkért 150 ezer, a vizsgálatokért pedig 15 ezer forintot. A Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága jogerősen hozta meg a döntést. Sokan az orvos végleges eltiltását követelték, miután tetteiért tavaly 2 év börtönbüntetésre ítélte, 5 évre felfüggesztve a veszprémi törvényszék. Később az Orvosi Kamara Területi Etikai Bizottsága első fokon 2-szer is pusztán megrovásban részesítette, azaz tovább praktizálhatott. A jogerős etikai ítéletet követően az érintett veszprémi Csolnoki Ferenc kórház igazgatója Dávid Gyula azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól a nőgyógyászt. Dénes Tamás, a rezidens szövetség elnöke szerint az ilyen ügyek rossz fényt vetnek az orvosokra, és annyit mondott korábban, idézem, valamennyi orvost bemocskolja egy ilyen eset. Éger István már itt van a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Az orvosi kamara elnöke, jó reggelt kívánunk. Egy ilyen eset képes tényleg bemocskolni? Mondjuk persze, ez az egész orvosi... Hát nagyon rossz fényt vett, kétségtelen. Miért nem számolják ezt a helyzetet akkor fel? Hát mert nem tudjuk felszámolni. Olyan nincs. Hogy nincs? Hát 1951 óta ugye átkozott meg bennünket az akkori Gerőféle pártvezetés ezzel a hálapénzesnek nevezett történettel, amihez egyébként a jelen konkrét ügynek semmiféle köze nincs, mert ez nem hálapénz, ezt azért szeretném az elején leszögezni. Azóta volt Magyarországon egy pár kormány, egy pár rendszer, egy pár történet, meghalt és megszületett egy pár tízezer orvos és egy pár millió ember, és ez a rendszer sajnos egyre lehetetlenebb módon, de még mindig létezik. Miért pont, kérdezem én, a Magyar Orvosi Kamarán próbálják meg elvenni a port azzal kapcsolatban, hogy ez a rendszer miért létezik? Miért nem azokon verik el a port, akik mondjuk annak idején, meg azóta is azt a rendszert tartják fent, hogy nem kell az orvosokat, meg a szakdolgozókat megfizetni, majd megfizeti a beteg. Elég nagy disznóság. Kérdésed? Nekem az, hogy akkor valami, ami sokkal inkább és sokkal konkrétabban, fekete-fehéren vonatkozna a kamarának kérdésként, hogy miért 2 magánszemély indítványa kellett ahhoz az orvosi... Ez nem igaz. Csak hogy a nézők értsék a kérdést, és akkor rögtön a cáfolatot is halljuk, hogy ugye az jelent meg a sajtóban, hogy nagyon enyhe büntetést, egy megrovást kapott ez a nőgyógyász, és ezt sem az etikai bizottság vezetése kezdeményezte, vagy akarta, nem valaki másnak az indítványozása. Azért ezt el kell mondanom, tehát maga az ügy, ahogy itt a felkonfban is elhangzott, ez eléggé borzasztó. Tehát abban nincs közöttünk vita, hogy, persze, hogy nincs. Ez egy teljesen inkriminált, lehetetlen helyzet, rendkívül rossz fényt vet az egész orvoskarra, ezen sincs vita. Nézzük a kamara hivatalból, konkrét felelősségét. Hivatalból is eljárást kellett indítani, hogy ez meg is történt, emellé társult több magánbejelentés is, szinte egyidejűleg, sőt a Magyar Orvosi Kamara elnökségének is a ráerősítő bejelentése. Egyik a másik nélkül is működött volna, kétségtelenül, és sajnos ezt is egyébként az egyik gazdasági heti lap ugye egy hosszú cikket közölt, azt hiszem talán a múlt héten ezzel kapcsolatban. A cikk címe eléggé kellemetlen vagy félrevezető volt, maga a cikk azonban egészen kellemesen, objektíven és tisztességesen listázta a történetet, beleértve azt is, hogy helytelen volt, illetve hát erkölcsileg erősen megítélhető volt az elsőfokú ítélet. Mi sem értettünk vele egyet, nem is értettük, és ezért is mi is hivatalból fellebbeztünk. Pontosan azt írtuk le a fellebbezésben is, hogy az orvoskar böcsületének vagy jó hírnevének megtartása érdekében vagy megvédése érdekében sem lehet eltűrni azt, hogy egy ilyen jogerős bírói ítéletben megállapított, kirívóan súlyos etikai vétségnek minősülő esetet ilyen enyhén ítéljenek meg. És ez nem enyhe, hogy önök csak megrovást adtak ennek nem, az orvosnak? Nem, erről beszélek, hogy ez az enyhe. Tehát ez az, amit nem tudtunk elfogadni. És ezért került másodfokra. Ön most a bírósági ítéletről beszél, de a kamara is csak egy megrovást adott. Nem, a bíróság... Ugye, na, akkor menjünk soha. Köszönjük szépen. A bírósági ítélet első fokon járt el, szerény véleményem szerint körülbelül normál szinten. A másodfokon, amikor különböző közérdekekre hivatkozva ezt enyhítette, erre már felkaptuk a fejünket. Igen. Az kamarai elsőfokú etikai ítélet abszolút elfogadhatlan volt a számunkra. De a bíróság, álljunk meg elnök úr, a bíróság jogerős ítélete akkor, amikor enyhített, igen, akkor mi lett a végeredmény?
Hát azt én pontosan megidézni nem tudom, annyit tudok, hogy, hogy azt mondták, hogy talán felfüggesztettet kapott, vagy valami hasonló, nem pénzbüntetést kapott, mert hogy közérdek, hogy dolgozhasson tovább. Én így tudom, de a bírói ítéletet én pontosan nem tudom idézni, ez nem az én asztalom. Annyi azonban bizonyos, az első fokhoz képest a második fok enyhített. Notabene ellentmondást láttunk a bírói ítélet ténye, és a tényt indokló, ugye az ítélet mindig áll egy megállapításból, és van egy indoklás. Most az indoklásban viszont fehéren, és ez volt, ami számunkra iránymutató volt, hogy a bírói ítélet indoklásában fehéren feketén le volt írva, hogy a tények bizonyítottak. Ha pedig bizonyítottak, akkor ez a kódexünk szerint kirívón súlyos etikai vétség, ha pedig az, akkor azt egy megrovással nem lehet elintézni. Segítek, amennyire az emlékeim nem csalnak. Ugye azért enyhített a bíróság, az indoklásban is ugye ez szerepelt, mert hogy állítólag ez az orvos, ha nem is kapta meg azt az összeget, amit ő kért, ettől függetlenül is milyen rendes volt. Ellátta a feladatát. Nem egészen ez volt benne az ítéletben, ez megint keveredés, ez nem ebben volt benne. Az ítéletnek a lényege az volt, hogy az illető tudása közérdekből nélkülözhetetlen. Aha. Akkor nem tudom, ez egy másik orvosnak az eljárás. Nem, itt kevernek sok mindent a sajtóban, ezt én most. Viszont abban igaza van, hogy a bírósági ítélet nem az önasztala, a Kamara Etikai Bizottsága, igen, és a Kamara döntései viszont igen, az önasztala. És ezért fellebeztünk, az sem egyébként, az sem, de ezért is fellebeztünk hivatalból, és ezért született aztán másodfokon már. Igen, ami micsoda? A másodfok? Tehát az, hogy gyakorlatilag fölfüggesztették, igen. Tehát átjutották a munkától. De mennyi időre? Fél évre. Fél évre. Igen, ez a maximum, amit adható ebben a kategóriában. Tehát végérvényesen, véglegesen nincs olyan. Kizárni tehát, és itt, bezárni. Tehát itt megint örülök, hogy ez a kérdés napirendre kerül, és megint itt nyilvánosan kijelentem, hogy a Magyar Orvosi Kamaráról és az egészségben működő szakmai kamarákról szóló törvény rossz, mert a kamaráknak nem ad megfelelő igazgatási jogokat. Próbálták ezt a rossz törvényt nem akkor korrigálni? Nem egyszer sokszor. És hol veszett el? Nézze, a mai politikának és a mai parlamentnek nem érdeke az, hogy egy szakmai köztestület komoly önigazgatási jogosítványokkal rendelkezzen. Tehát mondjuk erőt az, adna... hogy a kizárás, vagy valamilyen orvosnak a felfüggesztésének a végleges, vagy legnagyobb büntetési tétele fél év legyen, azt nem lehetne elérni a törvényhozókon keresztül, ez ne fél év legyen, hanem kettő év mondjuk. Hát a bíróság dönthet másképp, a kamara nem. Nem egyszerűen erről van szó, ez egy sokkal komplexebb kérdés. Itt ne arról vitatkozunk, hogy most egy büntetési tétel, egy év, két év, fél év, vagy egy hónap, hanem arról, hogy en bloc ilyen és hasonló ügyekben, és általában a kamara az orvos, mint cég ügyeiben sokkal markánsabban és sokkal önállóbban hoz hasonló döntéseket, és sokkal határozottabban lépessen fel is adott is ezben az érdekükben. Tehát ne egy gyenge kamarai törvény legyen, ami most van. Akkor ön azt mondja, hogy végül a másodfokon, a kamarán belül nem azzal zárodott az ügy, amivel a sajtóban megjelent, hogy nagyjából ugyanazt kapta ez az orvos önöktől megrovásként, büntetésként, mint a Kunec Zsombor, aki önt kritizálta, és a Cserágnest. Nem, szó sincs róla. Egy az egyben, mintha két bűn súlya azonos lenne. Nem, szó sincs róla, mint ahogy egyébként ő sem azért kapta, mert kritizált bennünket, ezt is elmondtam nem már kapta? Itt, és nem. Ezt is elmondtam már itt, hogy egyáltalán szó sem volt erről. De teljesen mindegy, én ezt ő most nem hoznám ide. Bocsánat. Én nem hoznám ezt ide, ő szintén a kódexnek egy adott konkrét tételét sértette meg. Mi ez csinál? Egy másik ügy, erről most nem szeretnék nyilatkozni. De miért nem? Hát azért, mert nem, mert nem ez a mai téma egyébként, de ezt én a múltkor ugyanebben az adásban elmondtam reggel értelmesen. Nem tudom pontosan a szövegszerűen a kódexet beidézni, nem vagyok etikus, nem tartozik hozzám az etika, az etikai rendszerünk teljesen független. Ennek a mentén kapott egy megítélést, ha jól emlékszem, egészen pontosan nagy nyilvánosság előtt a kamara intézményeit, egészen pontosan az Országos Etikai Bizottságát valótlanul, tehát magyarul sértő módon és megalapozatlanul való megnyilvánulása miatt. Körülbelül rosszul idézem, de körülbelül ez a lényege. Ennek lesz ne folytatása, ugye, mert a TASZ viszi az ő ügyét, hogy nem politikai véleménynyilvánítás volt, nem a második másodfokon ez mindenféle képviselet nélkül megy, tehát olyan itt a TASZ-nak a nem akarna erről beszélni, vagy hogyha valamit úgy miért takar... Akarni? Hát most az előbb mondta, hát hogy nem akar mert most a Veszprémi nőgyógyászról volt szó. Azért hoztam, bocsánat, a két történetet, mert azért meg a sajtó, hogy azonos. Igen, de hát a kettő nem ad. De ez megint egy összemosás, tehát itt szó sincs róla, hogy azonos volt. Jó. Még egy utolsó kérdésünk azért lenne, hogy a jövőben terveznek-e bármilyen lépést annak érdekében, hogy Magyarországon, ha egyik napra a másikra nem is, de bizonyos határidőn belül
felszámolják mégiscsak a paraszolvenciát. Az orvosok 96%-a szeretne olyan egészségügyben dolgozni, amiben igen, mi is. És egyébként ez nem a jövőben tervezzük, hanem hogyha figyelemmel kísérték mondjuk az elmúlt másfél évtized kamarai tevékenységet, akkor ebben nincs olyan nap vagy hét, amikor ne jelenne meg ezzel kapcsolatos kamarai aktivitás. Ez az egyik fő célkitézésünk, de egyet tudomásul kell venni, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt nézők. Magyarországon a hálapénzrendszer fenntartásának fő érdekeltje a mindenkori hatalom, pont. Ezt tessék tudomásul venni. Mert ennél jobbat az ott meg és uralkodjra használni nem lehet, és abban a pillanatban, amikor ezt egyébként lehető módon, akár törvénnyel is megtiltanák, akkor abban az egészségügyi munkavállalói karban egy olyan összetartás és egy olyan fajta közös érdek mentén való fellépés jelenne meg az egyébként még mindig eléggé hát megkérdőjelezhető jövedelemszint kapcsán. Elnök úr, ő most homokba dugja a fejét, és azt választik, dehogy nem. Miért? De velem ezt azért szerintem nekem nehezen tudja ezt megmagyarázni, hogy ugye mindenkori hatalomnak az érdeke. Érdek, ez már, így van. Hogyha egy orvos velem szembe áll, és azt mondja, hogy Kárász úr, ennyi pénzt akarok magától. Az nem hálapénz, ez korrupció. De várjon. Ne, hát ez korrupció. Okay. Mi a különbség a kettő között? És de hadd menjek tovább. Igen. Megköszönöm, adok neki pénzt, és elteszi, nem azt fogja otthon mondani, hát igen, ez a mindenkori hatalom miatt. Kárász úr, kérem, Robi... még egyszer mondom, ez nem hálapénz. Amiről ön beszél, ez igen. Közönséges korrupció, bűncselekmény, a BTK-ban le van írva. Miért a hálapénz bizonyít... nem korrupció? Nem. Hálapénz ez egy teljesen más kategória, arról is le van írva pontosan, hogy micsoda. De amit Kárász úr mondott, az egy közönséges BTK-ban definiált és büntetési tétellel büntetni rendelt tényállás. Erről beszélgetünk. Ez bizonyítani kell, és minden ilyen ügyet azonnal börtönnel lehetne büntetni, nem kellene hozzá se kamara, se értékel, semmi. Úr, kész. Most pont egy olyan vízre evesztünk, ami... Aminek... Az egész somos sót felszámolnánk, hogyha ezzel most elkezdenénk mélyebben foglalkozni. Nagyon szívesen. Legközelebb. Köszönjük szépen. Kérem. A somosot nem tudjuk felszámolni. Köszönjük, hogy eljött, kicsit beszélgettünk erről. Nagyon szívesen máskor. Ahogy azt most már harmadszorra mondom, ez Somos András következik.